Lelkesen űzik a korongot a fiatal jéghokisok. A házigazda Szabolcsi Sólymoknál 4 korosztályban mintegy 90 gyerek edz és játszik 5 edző irányításával. Mint az egyesület elnöke elmondta, ez a létszám a duplája a szezonkezdéskor meglévőnek, mivel a holtidényben általában nagy a lemorzsolódás. November második felétől jó esetben márciusig van jég Nyíregyházán. Ugye a keleti régió többi csapatához viszonyítva ez körülbelül fele annyi jeges edzést tesz lehetővé. Ennek ellenére az U8-as és az U10-es korosztályunk minden tornán győztesen került ki. Az U12-es korosztályról elmondható, hogy közel 3/4-ét a tornáknak nyerni tudta. Az U14-es és ők a legnagyobbak. Korosztályunk pedig bejutottak az országos legjobb 8 közé, még előttük áll egy darab mérkőzés, és akkor kiderül, hogy a végső helyezés pontosan mi is lesz. Bár a pályán lévő gyerekek még csak 8 évesek, már jelentős jeges múlttal rendelkeznek. 5 éves korosztálytól játszhatnak, a 5 éves kortól lehetnek igazolt játékosok, de van olyan lurkunk, aki most 6 éves, de már 3 éve jégen van, és látszik is a beletett munka, mert zseniálisan játszanak, de én azt gondolom, aki már meg tud állni a jégen, bárki jöhet korcsolyázni, mert ez egy fantasztikus sport, úgyhogy 5 éves kortól igazolunk, 3 éves kortól várjuk a gyerekeket. Még néhány napig marad a jég, de a leolvasztás után sem kell lemondaniuk a gyerekeknek a hokiról, igaz, görkorcsolyára kell majd váltaniuk. A Magyar Jégkorong Szövetség írt ki egy pályázatot, amit sikeresen megnyert az egyesület. Közel 25 millió támogatással lehetőségünk van inline felület beszerzésére. Ez egy olyan műanyag borítás, ami a teljes jégpályát lefedi. Természetesen ezt miután a jeget leengedték, és ez a őszi időszakban a görkorcsolya oktatásra és a görkorcsolya edzésekre nyújt kiváló lehetőséget, valamint egy új sportágat is bevezethetünk Nyíregyházára az inline hockey megnevezéssel. Az elnök bízik abban, hogy az inline hockey hatására kevesebb lesz a lemorzsolódás, sőt talán még a létszám is növekszik majd a nyári időszakban.